Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A kormány célja, hogy Magyarországon olyan családbarát környezet legyen, amely támogatja a magyar családok gyermekvállalását. A kormány 2010-ben ígéretet tett arra, hogy 10 év alatt 1 millió új munkahelyet teremt az országban. Ebben a járság is jelentős szerepet vállalt. Az évtizedek elején még jellemzőbb volt a munkanélküliség, ehelyett most már inkább munkaerőhiányról lehet beszélni. Jászberény és Jászfincaru városokban a legnagyobb beruházók által a legkomolyabb fejlesztések valósultak meg. A gazdaság erősödésével, a munkahelyteremtő beruházások támogatásával párhuzamosan a családtámogatások rendszere is folyamatosan fejlődött. Azok után, hogy a szocialista-liberális koalíció lebontották az addigi támogatási rendszereket, a polgári kormányzat újraépítette azt. Csak a legfontosabbakat hagy említsem. Kiépült a családi adókedvezmények rendszere, kibővült a GYES biztosításának rendszere, és életbe lépett a GYED Extra intézkedés csomagja is. A családi otthonteremtési kedvezmény programja soha nem látott mértékű segítséget nyújt a családoknak. Például a családok lakáshitel, illetve a diákok hiteltartozásának csökkentését célzó program is kiegészíti mindezt. Ezen erőfeszítéseket a családalapítási kedv növekedésében, a születésszám emelkedésében lehet igazán mérni. Egy jelentős, jársági gazdasági példa is mutatja ezt a fejlődést. A közelmúltban a megnövekedett igényeknek megfelelően Jászfincaru városban egy új 9 csoportos óvodát adtunk át 105 millió forintos állami támogatással, 695 millió forintos összköltséggel. Államtitkár úr, kérdezem tisztelettel, hogyan folytatja a kormány a családok támogatását? Milyen ösztönzőeket lehet még kihasználni annak érdekében, hogy a magyar népesség hosszú időtávon jellemző csökkentése megálljon és növekedésnek induljon? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Kócs János képviselő úr. A válaszadásra megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ezen kormányzati intézkedések örömteli következménye, hogy a termékenységi ráta 2010-es 1,25-ről most már 1,49-re emelkedett, tehát érezhetően több gyermeket vállalnak a magyar családok. Bízunk benne, hogy a támogatások révén is, és amúgy is ez a tendencia folytatódni fog. Az is fontos, hogy a családtámogatásokon belül a munkaalapú támogatásoknak az aránya 24% volt 2010-ben, tehát 24% járt akkor, amikor valaki munkát is és gyermeket is vállalt. A kedvezményeket úgy bővítettük, hogy most már 58% azon kedvezményeknek az aránya az összes kedvezményből, amelyek munkához kötött támogatások. Az is lényeges, hogy az egykulcsos adórendszer és a családi kedvezmény összességében 2010 óta már 3000 milliárd forintot adott a családoknál. Ez egy óriási összeg, ennyivel vannak előrébb, ennyivel vannak beljebb a családok. Azt nézzük, hogy egy családra vetítve ez mekkora összeg, ez évi 240 ezer forint most átlagosan, illetőleg több mint 1,5 millió forint, ami a családoknál maradt az elmúlt esztendőkben, és ez még ki hozzá is számíthatja mondjuk a rezsicsökkentésen megspóroltakat. Tovább növekszik a két gyermekeseknek az adókedvezménye. 2018-ban ez már 35 ezer forint lesz havonta, 2019-től pedig 40 ezer forint, hiszen a kormány vállalatai 4 év alatt megduplázza a két gyermekeseknek az adókedvezményét. A kormányzat nem régi döntése nyomán a harmadik és további gyermeket vállalóknak a jelzáróhitel tartozása is csökken, az állam ezt átvállalja 1-1 millió forint erejéig. Az is fontos, jövőbeni intézkedés, hogy a kormányzat elkötelezett a bölcsődefejlesztés mellett. 2018-ban közel 37 milliárd forint költségvetési támogatást fog kapni a bölcsődei ellátás és a bölcsődék fejlesztése, ha pedig összességében nézem EU-s és hazai támogatásokat, akkor 100 milliárd forint az az összeg, amiből új bölcsődék, új jópolták építésével próbáljuk a családok életét ezen a módon is segíteni. Köszönöm szépen!